Amire már sokan vártak, megkezdték a Széll Kálmán tér felújítását, jelentős forgalmi változásokra kell számítani. Akcióban nyílt napot rendeztek a kerületi kapitányságon. Ünnepel a 150 éves végadó, két hónapon át koncertekkel, kiállításokkal és konferenciákkal várják a látogatókat. A Budai Híradót látják 19 órakor. Jó estét kívánok! Megkezdődött a Széll Kálmán tér felújítása. Most elsősorban az autósoknak és a gyalogosoknak kell számítaniuk kisebb forgalmi változásokra. A munkák egyelőre nem okoztak nagyobb káoszt a közlekedésben. A lényegesebb forgalmi korlátozásokkal járó bontás hétvégén kezdődik. Dolgozik a munkagép, hétfőn megkezdődött a Széll Kálmán tér átépítése, sokan már hosszú évek óta várták ezt a pillanatot. Ideje volt szerintem, mert már régóta tervezik, és nem láttam még haladást. Ma nagyon vártam. Az építési munkák miatt hétfőtől több forgalmi változás is életbe lép. Ezek elsősorban a gyalogosokat és az autósokat érintik. Első ütemben a Margit körút irányába érkezők és a Krisztina körúton közlekedők számíthatnak kisebb forgalomkorlátozásokra. Túl nagy korlátozások még nincsenek. Azok, akik a Margit körút irányából jönnek, ők számíthatnak arra, hogy a Szilágyi Erzsébet fasor előtt egy hosszabb szakaszon sávlezárás van. Itt a külső sávot zárták le, illetve közvetlenül a Krisztina körúton a Széll Kálmán tér után a belső sáv van lezárva egy szakaszon, és itt sávelhúzással két sáv van. Ma reggel még csupán kisebb fennakadásokat okozott a felújítási munkák megkezdése, a jelzőlámpák áthangolása és a terelések kijelölése miatt torlódás alakult ki a Szent István körút, Margit híd, Margit körút útvonalon. Ez azonban viszonylag rövid idő alatt megszűnt. A BKK szakembere szerint az autóval közlekedőknek egyelőre nem feltétlenül kell új útvonalat keresniük. Azt szokták mondani, hogy az első három nap után kell elgondolkodni azon, hogy válasszon-e valaki más útvonalat vagy sem. Most ez volt a mai első reggel, tény és való, hogy volt torlódás, de azt az előbb ugye elmondtam, hogy mi okozták ezt igazából. Meg kell várni, hogy holnap reggel mi lesz. Én nem mondanám azt, hogy itt nagyon kéne egyelőre terelő utat vagy kerülő utat keresni, mert ha valaki mondjuk a Margit körúton már időben a belső sávba átsorol, akkor nem kell neki sávot választani, tehát erre kell figyelni, hogy már a Széll Kálmán tér előtt esetleg a külső sávból a belsőbe át kell sorolni, és akkor nem csak az utolsó pillanatban kezd el sávváltáson gondolkodni az ember, akkor megúszhatja talán jobban a dugót. A jelentősebb, már a villamos forgalmat is érintő korlátozások a január 17-i 18-ai hétvégén kezdődnek, és több ütemben várhatóan nyárig tartanak majd. A villamosoknál lesz egy jelentősebb korlátozás január közepétől az, hogy a Szilágyi Erzsébet fasori irányból, illetve az Attila út, Krisztina körút felől nem tudnak majd a villamosok bemenni a térre, és a tér előtt lesz egy ideiglenes végállomásuk. Ott 100-300 méter gyaloglásra kell sajnos ebben az időszakban felkészülni. Lesz olyan időszak, amikor a 4-es-6-os villamos sem fog tudni bejönni a végállomásra. A Széll Kálmán téri metróállomás lezárására ebben az időszakban várhatóan egy alkalommal kerül sor. Az általunk megkérdezettek szerint a végeredmény érdekében megéri majd elviselni a felújítással járó kellemetlenségeket. Messzebbről kell majd gyalogolni, ha el akarunk menni a hatoshoz, vagy a mamutba, vagy ide-oda, ami biztos megéri, biztos. Hát azért itt az állapotok most már kritikán aluliak voltak. Nagyon örülök, hogy elkezdik, mert már nagyon nagy szükség volt rá, és a kellemetlenségeket meg elnézzük. A Széll Kálmán tér átépítése november végén kapott zöldjelzést, amikor Vitézi Dávid, a BKK akkori vezetője, aláírta a kivitelezőkkel a beruházásról szóló szerződést. A felújítás végére így néz majd ki Budapest egyik legforgalmasabb tere. Bizonyos épületrészek, így például a metró kijárat legyező épülete megmarad, de elbontják a téren álló bódékat. A Várfok utca felé pedig mozgó lépcsőt építenek. Az egykori Moszkva téren kerékpárutak is lesznek, megteremtik a gyalogos közlekedés feltételeit, és növelni fogják a zöld felületek nagyságát. A látványterveket több környékbelinek is megmutattuk. Modern dolog. Na. Szépnek tűnik. Azt tudom mondani, hogyha a belvárosi terekhez, amiket most eltűntetek hasonlítani fog, akkor
akkor nem lesz panaszom. A Szél Kálmán tér felújítása várhatóan 2016-ig tart majd. A teljes beruházás mintegy 5,3 milliárd forintba kerül. Sokan fizettek tavaly Erzsébet utalvánnyal, 2011-ben az Erzsébet utalványok forgalma meghaladta a 141 milliárd forintot, mondta Guller Zoltán, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kuratóriumának elnöke. Hozzátette, az alapvető élelmiszerek kiskereskedelmi forgalmának 8%-át Erzsébet utalványban fizették tavaly. 10%-kal bővült tavaly a belföldi turizmus, és idén is hasonló növekedés várható a szállás.hu portál legfrissebb előrejelzése szerint. Az eltöltött éjszakák számában nem volt jelentős változás, a foglalások közel kétharmada egy, illetve két éjszakára szólt. A szálláshelyeken július és augusztus a teljes belföldi forgalom csak nem felét adta, de október is erős hónap volt. Nőtt az apartmanok és a vendégházak népszerűsége a hotelekkel szemben. Ezúttal Budapest volt a legnépszerűbb belföldi utazási célpont, majd Siófok, Hajdúszoboszló, Eger, illetve Balatonfüred következnek a rangsorban. Idén is kedvezményesen fürdőzhetnek a nyugdíjasok. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány programjában azok az öregségi ellátásban részesülő szépkorúak vehetnek részt, akik betöltötték 60. életévüket. Rendszeres, havi teljes összegű ellátásuk nem haladja meg a 147 ezer forintot, valamint további adóköteles jövedelemmel nem rendelkeznek. A pályázat kizárólag az erzsébetprogram.hu honlapon érhető el február 9-éig. Az idősek 2500 forint befizetésével akár 33 alkalmas belépőt is kaphatnak. Különleges akciódós nyílt napot rendeztek középiskolásoknak a 12. kerületi kapitányságon. A diákok többek között felpróbálhatták a rohamrendőrök felszerelését, és megismerhették, hogyan dolgoznak a helyszínelők. A cél az volt, hogy felkeltsék a fiatalok érdeklődését a rendőri pálya iránt. Most azt próbáljuk imitálni, hogy az elkövető elmegy egy helyszínre, valamit megfog, egy kilincset, egy poharat, egy kést, ott hagyja akár a tenyér, akár az ujjlenyomatát. A bűnügyi helyszínelők munkájával ismerkednek a diákok a 12. kerületi kapitányságon rendezett nyílt napon. A rendőrség különböző területeiről érkezett szakemberek mindent megmutattak, ami a munkájukkal kapcsolatos, és amivel a diákok eddig csak a filmeken vagy híradókban találkozhattak. Itt vannak ezek a felszéseket, amit nyugodtan van rohamsisak, bátran gyertek közelebb, bátran fel lehet próbálni a rohamsisakot. A közlekedés rendészeti osztály előadása után a diákok akár azt is kipróbálhatták, milyen érzés egy rohamrendőr felszerelését viselni. Nehéz? És akkor van egy tomfa még a kezébe, hogyha bármilyen atrocitás érni, akkor meg tudja magát védeni. Na és milyen rendőrnek lenni? Jó. Sokan voltak kíváncsiak a kiállított fegyverekre is. Ezek között voltak egykori és még ma is használatban lévő típusok is. Ezt a fegyvert, ez egy Beretta, ezt is használják, ezek pedig az első, illetve a második világháborúban használatos amerikai, orosz, illetve német fegyverek. A középiskolások minden kérdésükre választ kaphattak a rendőrség munkatársaitól. Itt nem kell nekem hátrafeszítenem. Automatikusan betölti ilyenkor a fegyver? Automatikusan nem tölt, csak lövés után. Tehát egy lövést mindenképpen le kell adni. A nyílt napra mintegy 500 diák érkezett a második, harmadik és 12. kerületi középiskolákból. Több fiatal már most azt tervezi, hogy az érettségi megszerzése után a rendőri hivatást választja. Szeretek tenni az emberekért, az emberek védelmének érdekében. Én emiatt mennék rendőrnek. A bemutatót a második, harmadik és 12. kerületi kapitányság szervezte a BRFK támogatásával. Azt szerették volna elérni, hogy a pályaválasztás előtt álló diákok valós képet kapjanak a rendőrség munkájáról. A másik cél pedig az volt, hogy a fiatalok számára vonzóvá tegyék a rendőri hivatást. Nagyon sokszor a fiatalok nem ismerkednek meg a rendőrökkel, nem tudják, hogy mivel foglalkozunk, ezért így, ha itt eljönnek hozzánk, és meg tudjuk nekik mutatni a különböző szervezeti egységeknek a munkáját, akkor egy szélesebb látókör mentén tudnak dönteni a pályaválasztás során. A tervek szerint nem sokára bevezethetik a rendvédelmi életpályamodellt, amely egyebek mellett magában foglalná a rendvédelmi dolgozók illetményeinek emelését és a lakhatási feltételek nagyobb mértékű támogatását. Ezáltal a rendőri pálya talán még vonzóbb lehet azon fiataloknak, akik még nem tudják eldönteni, hogy
hol szeretnék folytatni akár a tanulmányaikat, vagy a munkaállásukat, és ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy egy fiatal ember, vagy egy fiatal hölgy, mert ugye természetesen a hölgyeket sem zárjuk ki ebből a körből, ők Magyarországon, itt helyben, a haza szolgálatában egy kiszámítható életpályájú munkahelyet választanak. A 12. kerületi rendőrkapitányság egyébként rendszeresen szervez a mostanihoz hasonló bemutatókat és bűnmegelőzési előadásokat. Tavasszal a lakossági földgázszolgáltatással megkezdi működését az állami közműcég, ezt követően pedig a társaság megjelenik az áram, majd a távhőszolgáltatói ágazatban is, közölte a miniszterelnökség. A Nemzeti Közművállalat célja az energia méltányos áron történő elérésének biztosítása, az ellátásbiztonság növelése egy üzletileg hosszú távon fenntartható állami szolgáltatói modell megvalósításával. Hangversenyekkel, művészeti programokkal és egésznapos konferenciával ünneplik a Pesti Vígadó átadásának 150 éves évfordulóját. Januárban és februárban többek között a budafoki Dohnányi Zenekar koncertjével és Kemény Herik munkásságát bemutató báb kiállítással várják a látogatókat, akik megismerhetik a Vígadó történetét is. A sorozatot a Magyar Művészeti Akadémia szervezi. Itt a Pesti Vigadó dísztermében adta legtöbb koncertjét Liszt Ferenc, a 19. század egyik legnagyobb zenei virtuóza. A Honvéd Férfikar hamarosan koncerttel idézi meg Liszt munkásságát. Ez is része lesz a 150 éves fennállását ünneplő Vigadó programsorozatának. A Magyar Művészeti Akadémia otthonául szolgáló Dunaparti épület ötször semmisült meg. A tavaly lezárult felújításnak köszönhetően most ismét egykori pompájában látható. Fekete György, az akadémia vezetője úgy fogalmazott, szerencsés épület a Vigadó, amiért 150. születésnapján élő állapotban lehet jelen. Abban az épületben vannak, amelyik Európa egyetlen olyan kulturális és művészeti helyszíne, ahol 6 műfaj produkciói egy napon, akár egy időben is jelen lehetnek, tehát a színház, esetleg a filmvetítés, a koncert, a különböző fajta elméleti konferenciák, legalább 2-3 féle kiállítás, jövő héten 3 kiállítás áll már a házban. Kivételes helyszín ez. A 150 éves fennállását ünneplő Vigadó közel 200 programmal készül az évfordulóra. Többek között hangversenyekkel, kiállításokkal és konferenciákkal várják az érdeklődőket. A programok sorát a 2011-ben elhunyt Kossuth Díjas bábművész Kemény Henrik 90. születésnapja köré szerveződő Szervusztok Pajtikák című életmű kiállítás nyitja meg január 13-án. A Magyar Kultúra napján pedig báb előadásra, közös bábkészítésre és drámapedagógiai foglalkozásokra várják a gyerekeket. A Magyar Kultúra napját egy nyitott ház programsorozattal ünnepeljük, bárkit szeretettel látunk, nem kell belépődíjat venni, viszont szervezett háznézés lesz pincétől a padlásig. Nagyon sokan nem tudják, hogy milyen csodálatos terasza van például a Vigadónak, bár a téli időszak nem biztos, hogy erre a legalkalmasabb, de ha lehet, akkor oda is kikísérjük majd a látogatókat, és hát megnézhetik a Vigadó galéria föld alatt részét, és megnézhetik a 6. emeleti kiállítótermet, de hát báb előadások, színházi előadások, koncertek, konferenciák, ünnepi ülések sorozatával készülünk. A szervezők nagy hangsúlyt helyeztek a zenei programokra. Így hallható lesz többek között a két zongorista házaspárból álló Magyar Zongorás 4-es és a budafoki Dohnányi Zenekar koncertje. A mai Budapest szemét is megmutatva tekinthet be a közönség a Vigadó múltjába és jelenébe is, illetve, ahogy korábban említettem, a különböző művészeti ágakon keresztül egyfajta átfogó tekintést szeretnénk nyújtani, mind zenei, mind színházi területen. Csak úgy például, mint az ünnepi műsor, ami február 20-án lesz a budafoki Dohnányi Zenekarral, megidézi azt a Beethoven 9. szimfóniát, amit itt először mutattak be, illetve akkor Elker Ferenc vezényletével, erre emlékezve Elker ünnepi nyitánya is elhangzik. Tehát próbáltunk becsempészni minden program elembe valami olyat, ami visszautal a 150 évvel ezelőtti Vigadóra. Az évforduló ünneplése február végéig tart, a programok a Vigadó honlapján is elérhetők. Adásunkat az interneten is megnézhetik honlapunkon a hegyvidéktv.hu-n. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!